Na, sziasztok srácok, köszöntök mindenkit itt a legújabb videóban, és velem van Szabella Olivér, a Sas Budapest e-sport szakkör vezetője, és ki tudtam végre mondani. Szia, Olivér! Sziasztok srácok! Na, skacok, a háttér az tulajdonképpen már ismerős lehető többeteknek is, ugyanis általában mindig, amikor itt vagyok a Sas Budapest Akadémián, akkor mindig történik valami, ez most sincs másképp. Kicsit az e-sportról fogunk beszélgetni, és az e-sport képzésekről. Nagyon-nagyon fontos az, és azt gondolom, talán ebbe te is egyetértesz, hogy jelen pillanatban Magyarországon most van egy ilyen vízválasztó dolog, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy mostanában ismerik föl a játékosok is, az egyesületek is, a cégek is, hogy az e-sportban igazából nem csak pénz van, hanem van lehetőség, és a magyar emberek is talán tehetségesek is. Abszolút. Ebben talán egyet is értetünk. Teljesen. És ha már tehetségekről beszélünk, srácok, akkor érdemesek is az oktatásról is beszélni, ugyanis december 3-ától a Sas Budapest elindítja az oktatást szakkör formában, amiről Olivér fog nekünk egy kicsit beszélni. Nos, hogyha szakkörökről van szó, akkor igen, én fogok nektek néhány információt átadni. A legfontosabb az az, hogy többféle játéktípusban fogunk indítani ilyen foglalkozásokat. Lesz Fortnite, lesz CS:GO, lesz Rainbow Six Siege, League of Legends és PUBG is, hogyha lesztek rá elegem. A legfontosabb az az, hogy edzőkkel itt tudtok együtt gyakorolni egy tökéletesen felszerelt gépteremben, és nem titkolt terv, hogy egyébként profi versenyzőket szeretnénk mindenkiből képezni. Ha ide jöttök, akkor ilyen célra gyertek ide, viszont azt se kell elfelejteni, hogyha kezdők vagytok, az se probléma, edzőink kezdőkre is fel vannak készülve, és akár úgy tudnak nektek edzésmódszert adni, hogy ti is akár kezdőszintől rövid idő alatt profi szintre eljuthassatok. Az időpontokkal kapcsolatban keresétek fel a sasbp.com-ot, ott pontos információt találtok erről. Hétfőtől csütörtökig 17 órától 19 óráig, vagy 19 órától 21 óráig lesznek a szakkörök, játéktól függően. Fortnite-ra annyit, hogy hétfőtől csütörtökig minden nap lesznek, hiszen annyi jelentkezőnk van rá. Decemberben a hétfő szerdai időpont indult csak, és januártól indult teljesen végig minden nap. Tehát akkor tulajdonképpen lehet, hogy sokan vannak, de azért még lehet jelentkezni a Fortnite-en is, ugyanúgy még mindenre? Mindenre lehet jelentkezni, decemberben feltöltjük az időpontokat, és januárban indult teljesen. Oké, tökéletes. Az életkorokról tudsz valamit mondani? Mert nyilván azért mondjuk a PUBG-t nem biztos, hogy 12 éves kor alatt fölött lehet játszani. Így hogy van, működik? Abszolút. Életkor megkötéseink vannak. Fortnite-nál 12 plusz, League of Legends-nél, CS:GO-nál 14 plusz, ha jól emlékszem, de lesek egy picit. Így van, jól mondtam, Rainbow Six-nél pedig 16 plusz. Oké, köszönöm szépen. Na hát srácok, akkor igazából nincs más hátra, én le fogom tenni a komment szekcióba, illetve a videónak a leírásába is a sasbp.com linket, ahol is tudtok jelentkezni majd erre a szakkörre. Igazából, hogyha jól értelmezem, akkor minden olyan tehetséget vagy kezdőjátékost vártok, vagy várunk, aki tulajdonképpen szeretne játszani, és szeretne kicsit komolyabban foglalkozni ebben az adott játékkal, hogyha jól így értelmezem. Van, várunk kezdőket, okay. Profikat, mindenkit. Így van, úgyhogy akkor gyertes kacok, ott van a leírásban, illetve a kommentációban még egyszer elmondom a link, kattintsatok rá és jelentkezzetek, nyilvánvalóan e-mailen vagy telefonos formában, bármilyen formában tudtok jelentkezni, azt hiszem talán az e-mail a preferáltabb. E-mail, de hogyha telefon, akkor azt is szívesen fogadom. Jó, oké. Na, skacok, akkor minden ott van a leírásban. Én nagyon szépen köszönöm Olivérnek, hogy elmondta, hogy hogyan is néz ki a szakkör. Én pedig köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ma is. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, hogyha még szeretnétek ilyen és hasonló tartalmakat látni. És ne felejtsetek el dobni egy lájkot. Én Jussu voltam. Én meg Olivér. Sziasztok. Sziasztok.